Áj, de nagyon hosszú nap volt a tegnapi. Mindamellett, hogy az idei év egyik legjobb videós élménye volt elutazni Szolnokra és megnézni a reptárrepülős múzeumot. Az egész nap ilyen rettenetes rohanásból át, kezdve azzal, hogy odaérek időben, egészen odáig, hogy nem is egészen odáig, hanem azon keresztül, hogy mindent meg tudjak mutatni, és legalább 2-3-szor annyi dolog volt ott, mint amennyit eredetileg terveztem. Szóval egészen odáig, hogy hazavezessek, és itt megvágjam az anyagot. És az igazság, hogy amikor megérkeztem Budapestre, és leraktam az összes cuccomat, és rájöttem arra, hogy még ilyen 4-5 órányi vágni való van előttem, akkor hirtelen ilyen rettenetesen fáradtnak éreztem magam. És az igazság, hogy ezen a ponton el is kezdtem gondolkozni azon, hogy talán életemben először eljött az a pillanat, hogy már nem bírom úgy a dolgokat, mint régen. Hogy hiába sportolok, hiába tartom magam fitten, egyszerűen az évek száma az előbb-utóbb felbukkan, és lehet, hogy ez az a pillanat, amikor felbukkant. Mert tavaly is voltak rohangálós napok, de azok határozottan nem terheltek meg ennyire. Aztán egy röviden sajnálat után rájöttem, hogy tulajdonképpen 5 napja folyamatosan beteg vagyok, és a tegnapi napot az úgy rohangáltam végig, hogy még mindig folyamatosan beteg voltam. És ez a felismerés rendkívül megnyugtató hatással volt rá. Szóval miután a Midlife Crisis sikeresen deaktiváltuk és megvágtam a videót, igen. Szóval ő még mindig itt van, még nem vitték el, néhány órán belül elviszik, de ez nagyon-nagyon jó, hogy nem vitték el, mert tegnap hajnali 1 körül, amikor befejeztem a vágást, szóval akkor el tudtam végezni egy tesztet. A teszt videóban ugyanis több állítást is megfogalmaztam, és ezek közül volt olyan, ami vitathatatlan volt, de volt olyan, amit talán jogosan vitathatok, és ezt mindenképpen akartam ellenőrizni. Egyrészt az, hogy a wifi-s kommunikáció nem jó városban, az teljesen nyilvánvaló volt, hogy ilyen 250 méter után elvesztettem a jelet. Az, hogy utólag nem találtam meg a felvett anyagot a drónon, csak a telefonomon, az felvetett bizonyos kérdéseket. Igen, ugye is többen mondtátok, hogy nem csak a berakott SD kártyán kellett volna csekkolni az anyagot, hanem a drón beépített memóriájában is, de ott is csekkoltam, ott sem volt. És a harmadik kérdés, a legérdekesebb és a legmisztikusabb, az, hogy én állítottam, hogy nem lehet 25 képkockával másodpercenként felvételt készíteni ezzel a drónnal, csak a 30-as opció bukkan fel, ami nekem nem opció. Egy későbbi adásban talán belemegyünk abba, hogy miért nem opció, de hát igazából a mai adásban is érinteni fogjuk ezt a történetet. Na, a lényeg az, hogy mi van ezzel a 25 képkockával. Felvettem Andrással a kapcsolatot, aki szintén készített egy tesztvideót méghozzá egy jó fél nappal előtte, és megkértem, hogy nyomjon egy videófelvételt az iPhone-jára, és mutassa meg, hogy hol lehet pontosan beállítani ezt a 25 képkockát. És küldött egyet, és tényleg ott volt a 25 képkocka. És akkor utána gyorsan beléptem a saját drónomnak a menüjébe, és megnéztem, hogy mi van ott, és nem igazán volt ott semmi, nem tudom, melyik oldalon bukkant fel az én videóm, de hogy nálam nincs 25 képkocka. Ez valami bug lehet a szoftverben, amit remélhetőleg később majd valamilyen módon javítani fognak, szóval van 25 képkocka a Mavic Airben, csak az én Mavic Airemben nem volt 25 képkocka. Más! Szóval jövő héten újra közös mozi! És nem is akármilyen filmet fogunk megnézni, hanem várjatok, ősember, szóval az ősember része megvan, de van egy ilyen kiegészítő része is. Ősember, kicsi az ős, de hős. Ezt azért fontos elmondani, mert állítólag, hogyha az ember rákeres. Ha az ember rákeres az ősember, akkor valami tök más találhatat ki. Szóval ez az ősember, kicsi az ős, de hős. Na most azt kell tudni, hogy a szokás szerint egy kicsit olyan szörnyű magyar címmel, ez egy őrült jó mozi lesz. És ezt nem csak azért mondom, mert az első kritikák el vannak ájúvettől a mozitól, hanem azért, mert a film készítőjét, Nick Parkot én személy szerint is nagyon szeretem. Ő eleve mindig ilyen gyurma filmekben utazott, és aki annak idején nézte a Válasz és Gromitot, az pontosan tudja, hogy miért olyan szeretnivaló Nick Park összes filmje. Mert ezek a gyurma figurák nagyon-nagyon ötletesek, az összes karakter, az összes történet, az összes esemény rendkívül szórakoztató. Szóval ez így volt már a 90-es években is, de most a 2010-es évek közepén végén, amikor valahogy a filmekből úgy kezd eltűnni az anyag. Amikor érzed, hogy inkább a marketing osztályok írják a forgatókönyvet, és nem elhivatott művészek. Szóval az ilyen időkben hatalmas értéke van egy olyan alkotónak, mint Nick Park, és amikor végre készít hatalmas kiadás után egy új filmet, az nagyon-nagyon izgalmas. És ebbe a filmbe aztán beleadtak apait, anyait. Egy hét alatt például összesen 4-5 másodpercet vettek fel a filmből. A forgatás 37 stúdióban zajlott egyszerre. A teljes munka 5 éven át tartott. És olyan magyar szinkron hangok kerültek a film alá, mint Csulya Imre, Alföldi Robert, meg a többiek. A kritikusok világszerte el vannak ájúval a filmtől, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon-nagyon jó közös mozis élményünk lesz jövő csütörtökön. Szóval jövő csütörtökön 6 órakor a Csepel moziban, ami ilyen kontinentális premier lesz. Hát nem az egész kontinensen lesz premier, mert Angliában egy kicsit előbb lesz a bemutató, azt hiszem, hogy ilyen fél egy nappal, de Anglia nem része a kontinentális Európának, mert az csak egy sziget. Szóval odalent a videó alatt meg tudjátok nézni a linket, ha valakinek van kedve, az jöjjön és mulassunk együtt, aztán utána megbeszéljük meg ezt a filmet. Más! És ez a más, ez igazából nem is itt lesz, mert egy csomó helyre el kell mennünk egy megbeszélésre, meg be kell szereznünk egy olyan eszközt, amit én már nagyon-nagyon régóta várok. One time, baby, just tell me just how you feel. We living it and just giving it to you real. Baby, come on, every time we crossing the borderline, we giving it to you, making you feel fine. Viszlát! Szóval az első helyszín az valahova idejöttünk, szerintem a kaptárba, méghozzá egy telekomos workshopra.
És igazából nem tudok ezen kívül semmit, csak annyit, hogy körülbelül 25 percet tudok itt maradni, és tovább kell robognom a következő helyszínre, csak azt ajánlották, azt mondták, hogy mindenféleképpen köszönjek be, úgyhogy beköszönök. Kérdezzük meg Érit, kivel közösen találtuk ki annak idején a Letizét, szóval, hogy mi történik most itt? Mi lesz itt? Mire jöttünk? Most egy kulturális insight kutatásnak a... Bármi is a bemutatója. Az. Jó, és erre jött a Csaba. Erre jöttem, amit fél óra alatt sikerül felszívnom magamba, azt majd elmondom nektek az Insight után. Ez egy 2 órás rendezvény lesz, és 9 óra 27-kor legkésőbb el kell indulnom, úgyhogy tényleg csak belekóstolok az egészbe. Now that you're tired, I hope your body be cooping because we're keeping you moving. That's what we're doing, and you know we're gonna make your body wet. Yeah, yes. Na, ez tényleg érdekes, körülbelül 27 perc volt. És nem teljesen 27, mert hogy késve kezdték el a rendezvényt, úgyhogy gyakorlatilag ilyen 15 percre ugrottam ide, de az alatt a 15 perc alatt is elhangoztak érdekes dolgok. Például kiderült, hogy egy átlagos magyar az 2,5-3 órát tölt az internet előtt naponta. Ennél is érdekesebb, hogy a felnőtt lakosságnak a 83%-a használ Magyarországon valamiféle közösségi médiát, amivel elsők vagyunk egész Európában, hogy ez jó-e vagy sem, azt nem tudom, de minden esetre a felnőttek haladnak a korral Magyarországon. Kicsit szaladnunk kell, mert pont 3-4 percet tovább maradtam, mint maradtam. Volna. Hát ez már piros. Ez már nem rózsaszín, ez már piros. Egyébként itt elkészült már az a spéci metró lejáró, amiről tavaly nyáron beszéltem nektek, hogy ilyen automata kapuk vannak, vagy még fúrják. Nézzük meg. Ja, nem is itt, tavaly azt hittem először, hogy itt, de valójában ott. Készült meg, nem is a kapuk már ott vannak, csak még nem működnek, mert hát rá is jöttem, hogy kell hozzá digitális jegy, és a kapu után meg ott vannak az ellenőrök. Na tényleg menjünk! Egyébként egészen elképesztő, hogy milyen időjárási viszonyok vannak most Magyarországon. Ilyen néhány nap alatt leforgatjuk a 4 évszakot, jó, mondjuk 2. Mert tegnap Szolnokon például brutális tavasz, hogy gyönyörűen sütött a nap, és egész meleg is lett volna, hogyha nem fújt volna olyan szél, hogy úristen, milyen szél fúj. Konkrétan a drónnak ilyen másfél méteres kilengései voltak, és előfordult, hogy át kellett rakni sportmódba, mert normál módban, ahol ilyen 30-35-tel tud repülni, szóval nem tudott szembeszállni a széllel, 64 km/h kellett megküldeni a propellereket, hogy szinte egy helyben tudjon maradni. És volt az a jelenet, amikor elrepültem a MiG-29-esnek a két függőleges sikja között, szóval arra azért olyan 2-3 percig készültem. Igen, mert hogyha átrepülés közben megdobja egy kicsit a drónt a szél, akkor egy az egyben nekiesik a MiG-29-esnek. Szóval rákészültem a jelenetre, vártam olyan 1-1,5 percet a repülő drónnal, hogy egy kicsit kisebb legyen a szél, és amikor éreztem, hogy lement mondjuk olyan 45 km/h, akkor nyomtam egy kövér gázt, visszafolytottam a lélegzetemet, és átrepültem a függőleges vezérsíkok között. És a drón megmenekült, a felvétel pedig elkészült. Na szóval most meg ilyen szucsmákos, ilyen igazi brit ősz van. És közben meg is jöttem a mai nap második helyszínére, méghozzá ide az IKEA-hoz. Akikkel, ha minden igaz, lesz egy együttműködésem, ez nem egy szponzorációs együttműködés lesz, de a menő lakás csapatnak, aminek én is a tagja vagyok, sőt, hát tulajdonképpen Ádámmal az alapítói vagyunk. Szóval lesz egy videós projektünk, és kell egy helyszín, ahol ilyen belső építészeti dolgokat tudunk csinálni, de kellően nagy is, meg kellően pörgős, és mindegy, van egy őrült videós ötletünk, és ahhoz kellene egy helyszín, és nagyon-nagyon remélem, hogy itt meg fogjuk találni ezt a helyszínt. Úgyhogy most van egészen pontosan 9 óra 58 perc. Megnézzük, hogy mennyi idő alatt végzünk, és hogy milyen eredményre jutunk. Wow! Szóval tök érdekes ezeknek a megbeszéléseknek a dinamikája. Körülbelül fél éve gyújjuk ezt a kérdést, és hello, sziasztok! Szóval körülbelül fél éve kezdtünk el gondolkozni ezen az egészen, és ma nagyon úgy tűnt az első 20 percben, hogy itt semmiféle megoldás nem fog születni. Most viszont az történt, hogy konkrétan egy jobb megoldásra jutottunk, mint ami külön-külön benne volt a fejünkben. Egyelőre bármilyen megállapodástól még borzasztóan messze vagyunk, viszont elindultunk egy jó irányba. Most viszont húzzunk vissza a városba, a belvárosba, és ott én most veszek valamit. Én most vásárolok valamit, amit szintén egy éve tervezek már, és most végre meg lesz a picike. Nem annyira érdekes technikailag nektek, mármint hogy nem rakétahajtómű, meg nem elektromos autó, de én már nagyon-nagyon várom. Hú, de nehéz. Átkötözött ide a halkakas. Na, menjünk haza, megmutatom ott, hogy mi ez. Meg is jöttünk a böszmeséggel, és nem vagyok teljesen biztos benne, de azt gondolom, hogy ez talán még a Mavicernél is nehezebb. Mérjük le! Igen, mert az valami 437 g volt ez meg... Oké, csak 3 kilóig mér.
Szóval ez meg 11, mármint 11 kiló. Szóval, hogy oké, hogy rohadt nehéz, de mi is ez tulajdonképpen? Hát ez tulajdonképpen egy külső merevlemez, de nem akármilyen, hanem egy olyan, amiben van 5 merevlemez. Szóval nekem is merevlemez a neve, nem tudom mi a szakmai neve, de az a lényeg, hogy 5 merevlemez dolgozik benne egyszerre. És ennek számos előnye van. Az egyik az, hogy 30 terabájtos. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert az első évad is több mint 6 terabájt volt, aztán ott vannak az attraktorok, ott vannak az extraktorok, ott vannak a korábbi utazós videók, szóval körülbelül olyan 12, 14, 15 terabájtnyi adaton van szerteszét mindenféle merevlemezeken. És ez probléma volt, és most már el is érünk odáig, hogy miért szerepel olyan kevésszer korábbi videó bejátszás a mostani videókban. Szóval egy csomószor eszembe jutott egy izgalmas párhuzam mondjuk egy korábbi extraktorból. Ülök egy repülőgépen, és milyen jó lenne nektek bevágni azt a jelenetet, amikor egy másik repülőgépen ültem, és ezáltal összehasonlíthatóvá tenni a dolgokat. Vagy beszélek egy utazós videóról, és de jó lenne jó minőségben bevágni a megfelelő részletet. És ezzel ilyen dolog merült fel benne. Viszont mindenre nem kerülhetett sor, hiszen jellemzően a gardróban különböző polcokon vannak a biztonsági mentések, amiket aztán elő kell keresni, azt rá kell dugni a számítógépre, ott meg kell keresni a megfelelő project file, szóval ez nem tűnik olyan nagyon-nagyon soknak, de amikor negyed órát, 20 percet kell ezzel vacakolni, akkor egy ilyen napi, hát egy ilyen pörgős napi vlog mellett eljutunk odáig, hogy egyáltalán nem használok régi jeleneteket. Emiatt sokszor szakadt meg a szívem, de túl kellett lépni rajta egészen mostanáig. Igen, mert mostantól kezdve folyton elérhetőek lesznek a dolgok, hiszen minden rajta lesz ezen a szörnyetegen, ami nem csak nagy, de biztonságos és gyors is. A biztonságos azért nagyon-nagyon fontos, mert például a tavalyi vlog évad egy olyan külső merevlemezen van, amit egyébként ugyanaz a gyártó készített, mint ez, csak abban nem 5 merevlemez van, hanem 2. Róla beszélek, ő az öcsike, ő volt eddig. És erre a kettőre RAID 0-ban párhuzamosan ír a rendszer, ami azt jelenti, hogy bármelyik elszáll a kettő közül, az első, a teljes első évad úgy, ahogy van, elszáll. És ez annyira nem nyugtatott meg engem. Na most ebben RAID 5-ben lesznek elrendezve az adatok, ami így dögunalmasan hangzik, de a lényeg az, hogy ha az 5-ből egy merevlemez meghal, akkor még megy tovább a rendszer adatvesztés nélkül. És mivel ez a cucc párhuzamosan ír 5 nagyon-nagyon gyors merevlemezre, a végeredmény is az, hogy az egész nagyon-nagyon gyors. Ez az 1000 megabájt másodpercenként, ez elég sok. Ezt majd hónap alaposabban le is fogom tesztelni, mert ma még csak rámás az adatokat, de az a lényeg, hogy a jelenlegi külső merevlemeznél ez olyan 3-4-szer gyorsabb. Szóval nem kell 15 percet várnom, ameddig betöltődik az első évad, hanem megvan mondjuk 3-4 perc alatt. Szóval gyors is, nagy is, biztonságos is, nyilvánvalóan nem olcsó, és igen, rohadtul nem olcsó. Annyira nem olcsó, hogy én tavaly az első évad készítése közben körülbelül egy éve ezért eljutottam már odáig, hogy előbb-utóbb kelleni fog valami ilyesmi cucc, de mostanáig gyűjtöttem, és mostanáig élettem magamban a gondolatot. Igen, ez konkrétan azt jelenti, hogy egy éven keresztül folyton gondoltam erre a cuccra, és folyton próbáltam elódázni a vásárlást, mert körülbelül, mintha a fogamat húznák. De tegyük hozzá jó hírként, hogy ez már egy előző generációs eszköz, amiből van egy új Thunderbolt 3-as is, na az meg annyira drága, mintha egyszerre húznák a fogamat és rúgnának tökön. Viszont amikor tavaly év végén elhatároztam, hogy folytatom a második évaddal a sorozatot, akkor azt is tudtam, hogy milyen elemeket akarok majd ebbe beleépíteni. Hogy hogyan szeretném jobb minőségűvé tenni nektek ezeket az epizódokat. Hogy szeretném izgalmasabbá tenni azt a szórakozást, amit mi közösen nap mint nap átélünk. És hosszú szemcséggel és közepette rájöttem arra, hogy előbb-utóbb muszáj lesz megvennem ezt a cuccot. Mindegy, ne beszéljünk többet róla, amúgy is fáj a szívem, szedjük szét és nézzük meg, hogy mi van ebben a rohadt nagy dobozban. Leírás. Egy aprócska picike távkábel. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz zajos. Európai kábel, nem európai kábel. Ez sem európai kábel, ez nem európai kábel, ez sem európai kábel, európai kábel. Thunderbolt 2-es kábel. És maga a baby. Ugye nem lenne jó ötlet lejteni. Nem bírja rohadt nehéz. Szóval ez itt maga a szerkezet. És most nem foglak titeket azzal mutatni, hogy bekonfigurálom meg, hogy elkezdek átmásolni rá 15 GB-ot. De azért csak megnézzük már, nem? Hát legyen ez egy közös nagy pillanat. Megérkezett. És ez a kék pöttye, amiből a sokkal kisebb verziót is imádtam arci nyomkodni a másik korábbi merevlemezen, és jó fél éve telt, mire leneveltem róla. És tulajdonképpen ennyi. Holnap innen folytatjuk, de nem csak ezzel fogunk foglalkozni holnap sem, úgyhogy hát, sziasztok!